Az az ős! Jaj, nem menj a Önök a Gru 3 forgatásán vesznek részt. Baranya megye Friderikuszát láthatják. Vendégem, Bence Ácsosz megye a Dirigy Horonymirigy zenekar gigantikus koncertje előtt próbálta elmondani az előzetest. Tudják mit? Ezt én így hagyom. Képzeljék-e, milyen lesz a műsor. Azon gondolkodom, hogy mikor is találkozhattunk mi először, de az is már lassan 30 éve van, ugye? Atikám, ezt ne firtassuk. Ne firtassuk. Az se, hogy hol, meg az se, hogy mikor. De szerintem Pécsen találkoztunk. Igen. Egy ilyen sörgyári buliba. Az az érdekes, hogy nekem úgy tűnik, hogy ti nem is találkoztatok, hogy nem változtatok semmit. Tényleg. De. Mi változott? Most van szakállad, akkor meg nem volt, vagy mi? Hát valami ilyesmi, meg mondjuk az ember azért a súlyát veszti, visszanyeri így az idők során, és hát amiben változtunk szerintem, hogy már azért nem ugrálunk olyan túl könnyen. Se a színpadon, se pedig mondjuk egy buliban. Tehát ami régen mondjuk egy buli, az tartott 3 napig és 1 nap alatt kiheverted, most 1 napig bulizol, 3 napig heversz. Ennyibe változtunk, úgy de a bohémság az megmaradt, meg az, hogy milyen szívesen vagy, vagy vagytok színpadon? Az megmaradt. A bohémság az szerintem a korral egy kicsikét elmúlik. Tehát az ember azért én azt mondom, hogy 35 éves koráig aztán nagyon megy. Aki ezt 50 éves korára nem tudja elengedni már, ott az sajnos az úgy is fog maradni. Tehát ő neki nem lesz szép öregkora, én úgy gondolom. Együtt mentek azért? Tehát turnébusz van? Turnébusz, de 2 turnébusz van. Aha. Tehát azért mi a kényelemre is szeretünk odafigyelni, meg hogy azért tempót tudjunk haladni. Tehát 2 kisebb busszal megyünk, amivel lehet tartani egy normális személykocsi tempóját. Ugyanakkor azért általában egyszerre szoktunk megérkezni, és a benzinkutakon egyszerre szoktunk megállni. Hogy érzed, meg lehet-e ezt szokni, vagy meg lehet-e ezt unni, amikor találkoztok? Komolyan kérdezem. Egymást? Arra gondolsz? Ezt a brigádot hívjuk így. Én azt gondolom, hogy ha minden rendben van, tehát effektíve csak szakmai viták vannak köztünk, akkor ezt nem lehet megunni. Uh-huh. Az emberek általában nem megunnak, hanem egyszerűen belefáradnak mondjuk olyan vitákba, ami személyes vita, és akkor tönkre mehet, nagyon hamar 1-2 éven belül tönkre mehet egy formáció. Ha csak szakmai vita van egy brigádon belül, akkor nincs probléma. Meg ráadásul mi sokan vagyunk, tehát mondjuk valakivel összeveszek, még marad 6, akivel tudok beszélgetni. Ezt talán még civilben sem kérdeztem tőled, hogy te büszke vagy az Irigy Honlajmirigyre? Én nagyon büszke vagyok, és arra vagyok büszke, hogy így 8-an, sőt azt mondom, hogy 9-en, akik így megfordultunk ebbe a zenekarban, mindannyian egyet gondolunk erről az egész produkcióról, és azt szeretnénk, hogy ez így egyfelé menjen, tehát egyfelé toljuk ezt a szekeret, és ezért vagyok büszke, hogy ugyanakkor a világról teljesen más gondolunk. Tehát mindenkinek megvan a saját világnézete, saját kedvenc pártja, saját kedvenc zenekara, de amikor a Mirigyről van szó, akkor csak a Mirigy. És van ez a szekér, és azt arra kell tolni, és akkor ott állunk, és azt arra toljuk. Komolyodott-e valaki annyit, hogy már zavaró
mert ugye itt a csapatban itt mindenki viccelődik legalábbis, a nézőink ezt hiszik. Mi nagyon sokat viccelődünk egymással is, tehát civilben is, de ha valaki esetleg úgy érzi, hogy az évek során megmondjodott, az viszont a színpadon nem jön le. Tehát a színpadon ő ugyanazt a hülye gyereket adja, idézőjelben mondom, mint amit 30 éve elkezdtük. És ez jó. Arra felkészültél, hogy 20-22 ezer ember egyszerre, azért az elég durva, és csak rátok, csak hozzátok, csak értetek mennek. Igen, szóval ez a számok azok sose fontosak, én azt gondolom. Tehát lehet csinálni 40 ezer embernek rossz bulit, meg lehet 100 embernek jó bulit csinálni. A lényeg az, hogyha színpadon vagy, akkor neked, aki ott a színpad előtt áll, 100%-ig ki kell szolgálnod, és te azért vagy a színpadon, hogy ő jó szórakozzon. És ha ez megy, akkor nem számít, hogy hányan vannak előtted. De ugyanakkor egy nagyon jó érzés, mikor tudod, hogy tényleg nem az van, hogy most egy fesztiválon összeszaladt 60 ezer ember hirtelen, az se rossz egyébként mondjuk délután 3-kor. De mikor tényleg azt mondjuk, ezek az emberek készültek rá évekkel, hónapokkal korábban megvették jegyet, és oda jönnek, és csak azért jönnek oda, hogy téged megnézzenek, hogy milyen ügyes vagy, vagy milyen béna vagy, vagy milyen hülye vagy, vagy milyen komoly vagy. A vörös az vagány, inkább német, mint japán. Azt hiszem a Berecki hordai párszorja mégse. Boris Becker, talán úgy 26 éve, de én hisz sztárra váltam, nekem senki se szól be. A szomszéd átjött, mikor skáláztam, és csönget és szól, hogyha fáradt, mert karcol a hangom. Mondani akarom, nálam a hangsúly a szavakon. Néha a well hello bedobom, voltunk a Volton. Emlékszem Balaton, a dallamot leszarom. Fogynak a nevek a listáról. Nézd meg, hogy mi lett a kispából. Ha egyszer beindul a gépezet, Merciből nézem a híveket. Fáj, ez mindenkinek nagyon fáj, hogy hozzányúltam nagyon kár. Előre is elnézést kérem. Meddig leszel te a legfiatalabb a zenekarban? Hát kérlek szépen, nem én vagyok a legfiatalabb de, a zenekarban. De tudod, hogy értem. Ja, értem, tehát értem. Persze. Hát nagyon bízom benne, hogy még egyszer annyit, amit most egyébként, most, hogy mondod, pont ebben az évben lesz, hogy 15 éve dolgozom együtt a zenekarra, úgyhogy ez, nekem ez egy jubileum is egyben ezen a bulin. De hát remélem, hogy még egyszer annyit, vagy inkább legyen, akkor háromszor annyi. Nagyon jó lenne. De hát szerintem ezt mindennyien így szeretnék. Ez azért csak másik koncert lesz, mint a többi. Mit gondolsz? Sokkal többen lesznek, mint az eddigi koncerten, azt gondolom, és ettől lesz jó, és ezt várjuk tőle. Lehet-e még olyat beletenni, amit az elmúlt 30 évben nem mit gondolsz? Sokkal többet is kell, hogy beletegyünk, mivel, hogy ugye, mint az előbb mondtam, egy jubileumi buli, a közönség, aki el fog jönni, az többet vár tőlünk. Tehát épp ezért mi egy hatalmas showval készülünk, de szerintem én részleteket én nem árulnék el belőle, hogyha nem probléma. Persze, történt, tehát hogy törést hozott az, hogy többször le lett állítva, ugye? Meg hát maga a pandémia, azért mégis az életetek legnagyobb bulija. Hát az mindannyiunkat nagyon megviselt, mert akkor is már nagyon készültünk rá. Hát nagyon, nagyon megérintett minket, hogy ez nem valósulhatott meg, de ez csak egy bizonyos ideig tartott. Utána tudtuk, hogy ennek meg kell, hogy legyen ez a buli, meg kell csinálni, lesz, és jó lesz. Hogy lehet ezt tetézni? Mivel lehet ezt a gigantikus nagy bulit überelni, meg hogy kell-e? Mivel lehetne überelni? Hát szerintem még nagyobb helyszínnel, és még több ember előtt. De hát ez a jövő zenéje. Nagyon reméljük, hogy így lesz, hát ha. Kandalló, cseréptál, favilla, fakanál, ez a mai tender. Begyedem, tengertánc, ahogy rímet nem találsz, abban nincsen rendszer. Tévedtek, az a fix, te benned van az X, mindjárt lepetézek. Gyere, babám, tartsd a szád, adok bele furuját. Nézd ez a dal most más, nagyon megy a magyaros, ez a tájszólás most olyan ízes, hogy egy klippet csinál.
nyolcad, ki mindent visz, kemények, mint a Chuck Norris. A fogok ápolt és a hajuk is dús, olyan szépek, mint egy rántott hús. A sikerük szinte már bitli szint, de mindkett gyors, ha elhiszi. Egy saját műsor is kikapad, ezt látni sose akar. Többétől is kérdeztem, hogy akárhogyan is úgy mutatjátok és úgy mondjátok az interjúkban, meg úgy nyilatkoztok, hogy hát ez egy nagy buli lesz, azért ez egy gigantikus nagy buli lesz. Hogy ettől nem tartasz, mi is ismerjük egymást szinte kezdetek óta. Hát reméljük, hogy gigantikus nagy buli lesz. Nem tartok tőle, én a munkában hiszek, hogyha a munkát beletesszük, akkor a mai, mi részünkről mi nyugodtan tudunk felvenni, mint az olimpikonok. Hogy ha munkát belerakják, akkor maximum legrosszabb esetben a nap nem jön ki a formájuk, és ennyi, ők már büszkén mehetnek haza, és mi is remélem, hogy úgy fogunk tenni. Aztán a többi már azon múlik, hogy minden jó klapfolyó, hogy a közönséggel egy hullámosszra kerüljünk, hogy minden elsimuljon. Tehát nekünk szégyelni való magunktól nem lesz. Kellett-e ügyelned, vagy bárkinek is ügyelnie, hogy maradjon elég bohém, hogy méltó legyen az Irigy Honaimir így tagjának legyen? Nem tudom, én hallottam, hogy a kérdéseket, amit a többieknek feltettél. Inkább azt mondom, hogy például én szerintem régebben is kicsit komolyabb voltam, és a zenekar egyik-másik tagja hozzám komolyodott. Én azt érzem. Aztán persze vannak olyan pillanatok, meg kell találni mindig azt a pillanatot, amikor komoly vagy, és meg kell találni azt a pillanatot, amikor elengeded magad, és tudsz hülyeskedni. Az a számomra, az a szánalmas, hogyha ezt valaki nem tudja megtalálni, és mondjuk teljesen mindegy, hogy hány éves, a saját életkorához képest minden áron mindig jó pofa akar lenni, az azon szánalmas. Tehát ha elmegyünk bulizni, akkor jól kell magad érezni. Nem kell, akkor érezd jól magad. Ha meg dolgozol, akkor pedig dolgoz. Nálunk van az ilyen érdekes dolog, hogy mi a munkánkban is szórakozunk, tehát egy kicsit meghasonlunk ebbe, de meg kell oldani. Meddig szabad, meddig lehet ezt? Igazából szerintem bármeddig lehet csinálni, csak az a lényeg, hogy mindig meg tud őrizni azt, hogy hiteles maradj. Tehát, hogy a korodnak megfelelően szoktuk a srácokkal beszélni, hogy nem biztos, hogy nekünk már, hogyha a nőket alakítunk, akkor el kell hinnünk, hogy mi tényleg jó nők vagyunk. Hogyha tudjuk, hogy nem vagyunk azok, és ezt úgy is játszod, de akkor nincs probléma vele. Hogy a Vazul néni esete. De hogyha te most egy csönyörű, szép csaj akarsz lenni, és behúzod a hasadat, és tényleg elhiszed magadról, akkor hú, az olyan transvesztisza showvá megy át, és az nagyon gáz. Gondoltad volna, hogy az ország egyik legnagyobb koncertjátszóhelyét fogjátok megtölteni úgy, hogy csak rátok mennek? Nem. Annak idején gondoltad volna? Nem gondoltam volna, mindig előrefelé néztünk, és gyakorlatilag az első pár év után, amikor már kikristályosodott, hogy na, akkor mégis ezt komolyan csináljuk, onnantól csak toltuk a szekeret, ahogy az Uszi itt mondta, mindenki egy irányba, és hát most eljutottunk idáig, aztán majd meglátjuk. Nem biztos, hogy meg fogjuk tölteni, de akármennyien lesznek, mi nyugodt szívvel mehetünk fel a színpadra, és mi biztos fogunk csinálni jó bulit. Aztán, hogy mennyien lesznek ott, az már az egy dolog. Ezer dologtól függ. Meg fogjátok tölteni. És ha meg fogjátok tölteni, akkor arról beszéltetek-e már most is próbáról jöttök, hogy fogjátok ezt überelni? Meg hogy kell-e? Szerintem nem kell überelni, mint ahogy én végig ezt hiszem és ezen gondolkodtam, hogy annyi mindentől függ, hogy mennyien lesznek. Annyi mindentől függ, hogy mekkora helyen játszhatsz életedbe. Hogyha te a megfelelő munkát beleraktad, és te jól érzed magad benne, és te utána bele tudsz nézni a tükörbe, akkor nincs ebben probléma. Nem másoknak kell megfelelni, kivéve a közönség, igen, hanem magadnak. Ennyi. Gondolkodtál azon, hogy mi lett volna veled, vagy hogy alakult volna az életed, hogyha nem a Mirigy szekciót választod?
Fú, ma állandó, amikor panaszkodok valamiért, akkor saját magamat szoktam kijavítani, hogy lehetett volna más, hogy az életem mehettünk volna bányába is dolgozni, vagy az építőipar, vagy bárhol, és akkor úgy élne az ember, és akkor ott kéne teljesítsen. Mi egyszerűen csak szerencsések vagyunk. Kívánom mindenkinek, hogy adasson meg valamelyik életébe, hogy olyan dolgot csinálhasson, amit szeret is, és abból tudja eltartani magát, a családját, de igazából nem az eltartás itt a lényeg, hanem hogy egyszerűen jól érezze magát az életébe. És azt akartad megkérdezni még, hogy nézzetek ilyen jól ki, ugye? Azt mindig meg szoktam kérdezni, de nyugodtan, na, akkor kérdezz meg nyugodtan. A múltban egyszer bedaráltak, a Backstreet Boysból kialáztak, hogy nem élveztem a sakaláccat. Lett már házam kertesen, az ugribugrit befejeztem, a VIP-ban már ne keressem. Volt már néhány jó számom, a hatos meg a fél három. Leszek egy gigasztár, nincs többé gond, a panelpopot nem bánom, de a dalban nincs párnom. Ha ezt megnyerem, ezer egy falunap vár, másfajtát nem írok már. Sportmackó, ezután nem ordok más. Sportmackó, csak is a bumid azt lásd. Sportmackó, lesem a bálabontást. Sportmackó. Azon gondolkodtam esetedben, hogy veled vagyunk úgy, hogy tudunk egy riport alatt is ugyanarról beszélgetni, mint amikor találkozunk egy-egy bunin éjszaka. Ezt azért mondtam, mert őszintén mondom neked, hogy én nagyon büszke vagyok, és óriási dolog, ahova ti elértetek, és hogy ezt hogy éled meg? Hát érdekes, sokan szokták mondani, nem csak nekem, hanem általában a zenekarra is, hogy amikor bárhol elmegyünk és beszélgetünk emberekkel, csomószor az a reakció, hogy nem is gondoltam volna, hogy te leálltok velünk beszélgetni. És én ezt soha nem értettem, hogy miért ne állnánk le. Ugye az emberek, ugye akik általában csak tévében látnak, főleg igazából egy messzi, akár csak egy kisebb falban messze, ugye mondjuk Budapesttől, ők nagyon ritkán találkoznak velünk, és nekik ez egy élmény számba megy, és ők teljesen máshogy néznek ránk azáltal, hogy elérhetetlenebb vagyunk számukra, mint mondjuk itt mondjuk Budapest vonzás közöttében, ahol gyakrabban előfordulunk, és akkor nagyon meglepődnek, hogy nem is gondoltuk, hogy milyen jó fejek voltak, hogy... De nekünk ez természetes. Én azon szoktam inkább meglepődni, amikor valaki nem ilyen, és szerintem azt csinálja rosszul. Mert attól, hogy valaki sikeres lesz, az egy nagyon jó dolog, de attól nem vonatkoznak rá más szabályok. Tehát ő attól nem lesz külön ember, tehát nincs egy magasabb polcra helyezve emberileg, hogy neki kiváltságai vannak, vagy esetleg előjogat élvez. Ha van, aki így gondolja, az szerintem rosszul teszi. Mi ugyanolyan emberek vagyunk, és ugyanúgy éljük az életünk, legalábbis azt gondolom. Én is nyilván mindenkivel szóba állunk, akár az utcán. Még akkor is, ha esetleg nem a legszerencsősebb időpontban jön oda, most például, amikor mondjuk a feleségem elmegyek vacsorázni, és oda jön egy fényképet, vagy autogramot kérni, de én kutyakötelességemnek érzem, hogy azt a fél percet rászálljon, mert mindenünk, amink van, azt neki köszönhetjük neki is. Tehát ő egy tégla ugye a házunkba, vagy a sikereinkbe, megvette a lemezeinket, megnézte a tévéműsorainkat, eljön a koncertjeinkre, saját megtakarított pénzét, mindent neki köszönhetünk egyenként mindenkinek, és nekünk úgy a kötelességünk ez. És ha valaki nem így csinálja, az baj, szerintem. Azon gondolkodtam még esetedben, hogy akkor, amikor a pandémia volt, és te elmentél dolgozni. És amikor reggel fölkeltél és beültél az autóba, a teherautóba, és elindítottad, akkor azért csak eszedbe jutott, hogy majd azt a nagy stadiont meg fogod tölteni. És ez mennyire ambivalens ez a két dolog? Hát igen, ez egy óriási kontraszt, ugye? Ezt senki nem hitte volna, hogy hirtelen így be tud törni egy ilyen járvány, ami itt felborítja mindenkinek az életét, ugye nem csak a zeneipar, mindenkit.
sose hittem volna, hogy egyik például a másikra magyarul el meg dolgozni. Nyilván nekem is voltak megtakarításaim, vannak is, de azok teljesen más céljaink vannak, ugye a családfeleségem meg a családdal. Nem azt terveztük, hogy most nem tudhatom, meddig tart a pandémia, most 2 évig otthon ücsörgök, és azt a felélem annak egy nagy részét. Na, nem arra van, nem voltak terveink, céljaink, és akkor inkább elmentem. Nekem ez nem okozott nehézséget, sőt, annyira értelmezhetetlen volt ez számomra, ez az egész helyzet, hogy ilyen létezik így egyébként a másikra, hogy hirtelen visszacsöppentem egy 30 évvel az előttre. Persze. Mert ugye előtt is én nagyjából majd nem ugyanezt csináltam, és elmentem. És persze, ugye akkor volt a helybetopi elég hosszú, tehát tulajdonképpen az egyik évünk az teljesen ráment, de közben ugye már elkezdtünk dolgozni az Arena Bulin, mert akkor még nem tudtuk, hogy el fog maradni. Igen. Tehát elkezdtünk vele dolgozni, aztán utána nyilvánvaló vált, hogy sajnos nem tudjuk megtartani 2020-ban. Jó, mondom, 2021-ben, mindegy. De akkor is dolgoztunk vele tulajdonképpen, és azért próbáltunk, összejártunk. Mert muszáj, meg hát hiányoztunk egymásnak. Meg ugye ez a 30 év, amit együtt töltöttünk, meg ez az életforma, hogy folyamatosan megyünk. Tehát egyfolytában, de nem tudunk otthon ülni heteken, hónapokon keresztül, úgyhogy nem csinálunk semmit. Ez volt a legnehezebb az egészben, hogy ott ültünk egy pörgésből, be voltunk zárva, ugye nem lehetett kimenni. Kiázsítélel, és otthon ültünk. Laci, többiektől is kérdeztem, hogy ez hogyan lehet überelni, meg hogy kell-e? Amikor tényleg egy ilyen gigantikus stadiont úgy töltesz meg, hogy rád mennek. Igen, ez nekem mindig óriási érzés. Ugye mi soha, tehát amikor mi egymás után csináltuk az Arena Bulikat, igen, mi soha nem azt néztük, hogy mit kell túlszárnyalni, hogy milyen volt, hogy mit kell megugrani. Nyilván mindegyik, hála Istennek, sikeres volt, és nyilván bennünk volt az is, hogy legalábbis egy olyat kell csinálnunk, de igazából nem kezdtünk azon agyalni, plusz, hogy most mit tőlem, hanem csak tettük a dolgunkat, és mindig próbáltunk ötletelni, és egy picit hozzátenni technikailag, vagy akár ötletszinten, és szerencsére tudtunk előrébb menni mindig. Nyilván ez most egy óriási lépcsőfok, ugye, arénából egy stadionba menni, azért ez, igen, tehát itt azért az egy óriási, nem is felelősség, nem is tudom, mi a jó szó erre, azért ez egy nagy lépcsőfok, és hát itt azért bennünk van az, hogy itt valami tényleg olyasmit kell csinálni, hogy úgy az emberek úgy érzi, hogy mi is, hogy méltóak voltunk arra, hogy mi itt játszhattunk. Büszke vagy, Kabai Laci? Én nagyon. Ha neked zöld az ég, te nem vagy épp eszű, nekem mindegy, bár úgy hiszem, túl sok a fű. A valóság csak néha sok, ha a szondokánt is én játszhatnám, az volna jó. Látod, keresem a stílust keményen, ki lehet ez a Robinson a tükörben? Ha kérdenéd, azt mondanám, hogy no, no, no. Édes élet, hamis álomkép, a színvonal, a berkék, a véleményem inkább rejteni. Tyúk mellem, hogyha kirakom én, ez közveszély. Már Jézusnak látszom, de nézd meg jó, bármit elvállalnék. Ilyenkor aggódik a frontember egy ekkora monumentális buli előtt? Hát részben igen, részben nem. Mivel hogy már sokadik nagy bulink, és eddig mindig nagyon jól jöttünk ki belőle, hiszen rengeteget próbálunk ilyenkor, tényleg rengeteg próba előzi meg, és azért van az embernek így 30 év alatt némi rutinja is, hogyha nem is úgy van, ahogy azt megbeszéltük, azért valahogy le fog menni az a nóta, hiszen a közönség nem tudja, mi mit beszéltünk, mert hogy itt a jobbra fordulunk, vagy balra fordulunk, vagy éppen honnan jövünk be, tehát egy kisebb tévesztések beleférnek, hiszen de azt gondolom, hogy a show-nak a 95% az biztos, hogy le fog menni úgy, ahogy elterveztük. Rögtön az elején a veled történő beszélgetésben hogyan lehet ezt majd überelni? Amikor csak rátok egy ekkora stadionba eljönnek, csak rátok. Hát szerintem mi ezt überelni már nem fogjuk tudni, inkább szeretném megtartani ezt a sikert, vagy legalábbis tényleg elvinni a nagyvárosokba is, vagy ahova el lehet. Persze ugyanazt a show-t nem lehet elvinni,
mert ez olyan nagy léptékű lesz, hogy, hogy ezt maximum egy kicsinyített verzióját tudjuk majd megismételni, de ezáltal, hogy ezt mi meglépjük, bekerülünk egy felsőbb polcra, tehát mint mikor a Jobbik áruk följebb, egyre is följebb kerülnek a polcokon, és azt gondolom, hogy úgy szakmailag, mint esetleg a, még a közönség körében is egy előrelépés lesz, még ha nem is tudunk ennél nagyobbot gurítani, de mindenképpen följebb lépünk egyet. Milyen a szakmai megítélése ennek a nagy bulinak, ha eljut ez hozzád? Hát most mindenki nagyon izgatott, és azt veszük észre, hogy a velünk dolgozó technikai személyzet, kreatív emberek, technikusok, mindenki nagyon izgatottan várja, hiszen mi vagyunk az első magyar zenekar ebben a nagy arénában. Ők már csináltak sok showt, de most mindenki nagyon lelkes, azt veszem észre, mindenki nagyon meg akarja mutatni, hiszen itt most van lehetőség megmutatni, és azt gondolom, nekik is ugyanolyan szakmai kihívás, mint nekünk, hogy legközelebb azt a világítost fogják hívni egy showba, azt a hangtechnikust, azt a pirotechnikust. Ők is azt fogják mondani, hogy a referencia munkájukban, tessék, ezt én csináltam. És akkor büszkék lehetnek. És a szakma? A zenészek? Hát a szakma remélem, hogy olyanok lesznek, mint mi irigyek. És akkor, de abban is bízom, hogy sokan eljönnek azért a szakmából, és megnéznek minket, hiszen azért elég jó kapcsolatot ápolunk a szakma nagy részével. És azért legyenek egy kicsit irigyek, hogy ők is próbálják meg, hogy nekik is legyen ilyen, hogy úgy, akkor jövőre mi is megcsináljuk. Azért van egy-két banda, aki ilyen azt gondolom meg tudná tölteni, csak tényleg rá kell készülni rohadtul. Utazzunk egyet, jó? Egy rövidkét. Ha valaki azt mondja neked, amikor elindítottátok a csapatot, hogy figyelj, ti 31-2 év múlva megtöltitek Magyarország egyik legnagyobb arénáját, amit magyar zenekarnak még nem sikerült, mit gondoltál volna? Teljesen lehetetlen gondolatnak éreztem volna, hiszen tényleg, ahogy gondolom a többiek is elmondták, ez egy szilveszteri házi bulira alakultunk, nem is terveztük, már másnapot nem terveztük, nem hogy 30 évet. Úgyhogy csak a haverok kedvéért, meg maga magunk örömére csináltuk ezt az egészet, és valahogy így hozta az élet, hogy szépen egyszer csak eljutottunk idáig. Szerintem egyébként sok banda így van ezzel, hogy nem mindenki gondolta, hogy 70 év múlva egy színpadon lesz a Rolling Stones vagy az Omega vagy bárki. Így hozta az élet, a sikerek jöttek, kitartó munka és hozzáértés vagy ráérzés, ez meghozta a gyümölcsét nekik is, nekünk is. Amennyiben megtelik, már pedig úgy tűnik, hogy megtelik ez a nagy aréna. És a főhős, a főember, mármint hogy a frontember kiáll oda, az felkészült arra az a frontember, hogy sírva nem lehet énekelni? Hát megmondom neked őszintén, a 25-ös bulin már a Lackóba bőgtünk a kezdés előtt, könnyes szemmel mentünk föl a színpadra, de aztán ahogy kigyúltak a fények, ott muszáj volt lenyelni a könnyeinket és ezerrel tolni a sót, és utána csak 2 órával később tudtunk újra egy kicsit egymás nyakába borulni, hiszen ott már egy perc szabad időnk nincsen, ott tényleg olyan rohangálás van, sokan szerintem az még talán izgalmasabb, ott hátul mi történik, ugye, hogy mennyi idő alatt kell jelmezt váltani, vagy éppen a túloldalra átkerülni, vagy a színpad másik felére, ez azért egy nagyon izgalmas dolog, nincs időnk unatkozni, az biztos. Úgy, arról már beszéltünk, hogy kell-e és lehet-e ezt überelni. Arról mi nem beszéltünk, hogy mi van akkor, hogyha megcsináljátok ezt a gigantikus arénát, és a következő napon meg elmentek egy kis falunapra a Csajága Röcsögére. Ez így lesz, pontosan így lesz valószínűleg, hiszen, mint mondtam, nem lehet ezt a showt gyakorlatilag szerintem nem lehet megismételni. De nekünk szerintem pont ezért tudunk a Földön járni a mai napig, mert így volt velünk az első nagy aréna koncertünk után, és ami még a BS-be volt, másnap egy sörözőbe léptünk föl, és hullarészeg embereknek ott ugráltunk. És ez egyből helyre rántott minket, nem mindig úgy lesz, mint tegnap volt. És szépen megy tovább minden a maga medrébe, maximum így megveregetjük a saját vállunkat, hogy miért is tudunk. De nekünk a közönség közelsége az ugyanúgy fontos lesz az utáni hetekben vagy napokban is. Sipi büszke? Hát büszke vagyok valahol, mert azért annyira jó hangulat ebben a zenekarban még mindig, és így tényleg 31 év után is elhülyéskedünk, együtt megyünk nyaralni, együtt bohóckodunk, és amellett, hogy most nagyon komoly munka folyik a háttérbe, de mikor ez kész lesz, és lemegy, akkor azt hiszem, hogy azt mondom, hogy gyerekek, ezt meg lehet nézni, azért oda lett téve. Van még 30 benne?
Hát ne vicc, újfaj a derekam majd, de hogy is. De biztos, hogy nincs, de egy jó pár évet még szeretnénk így elbohockodni a színpadon. Magamtól régen végem, nincs ebbe semmi szégyen, mi lenne benne lenni? Getten a tévében, jönne a zseton szépen, csak itt vej helyről éppen. Gyere a receptet, gond, a celebek élete könnyű és pont. Ziher, mit más vicc vártam, mikor vonattal jártam, na már most suldigom, de mi vagyok itt a néző. Együtt a csúcsra biztos németül mi eljutunk. Nem jön be, nem baj, majd a spárban polcot rámolunk. Most olyat kapszunk, hogy becsopizol. Kiposztoljuk az Instagramra, jó, ha nagyok szól. Néha elég is ennyi szó, ami szó. Meglásd, hát ő becsopizol. Tudományosak a bát nekem, Kakaó Gangster rég a nevem. Mint az a napköz is ki jól lakott, hosszra gyűjtem, csókolom, jó napot. Tele a nézőtér a haknikon, nem leszek én Kossuth díjasikon. Szótagszám kijön véletlen, ha berekednék, majd nyomom playbackben. Ki az a bátor, aki engem rossznak beállít? Az ellenőr a héven nyakon ver és leszállít. Hidd el, te soha én repelek, neked az a gyönyör. Kevés az itató és nagyon sok lett itt az ökör. Nehéz úgy létezni, hogy nincsenek hibáim. Na jó, elismerem, hogy voltak celebribáim. Azóta jó vagyok és elkerülöm messze a baj. Nem én, hanem a presszer, aki neked írja adat. Még az is meg lehet, hogy kirakom az ebéd. Ha sokat hallgatom a mai menő zenéket, rövidre zárom mindjárt én az egészet. Visszamegyek a gyárba kőműves segédnek. Ilyenkor jobb egy ilyen monumentális rendezvény előtt a Dirigy Mirigy tagjának lenni, vagy természetesnek érzed? Hát abszolút nem érzem természetesnek, és ezek azért mindig olyan mérföldkövek a csapat életében, hogy ezt egyszerűen nem lehet megszokni, és hiába volt már nem tudom, 10 ilyen nagy bulink az elmúlt 30 évben, de egyszerűen olyan várakozás van az emberben, és hát persze legfőképpen azért, hogy annyira azt szeretnéd, hogy ez úgy sikerüljön, ahogy te szeretnéd, meg azt akarod adni, amire készültél, és hogy ez legalább annyira jó legyen, mint amennyire te gondolod, hogy valószínűleg ez okozza ezt az elképesztő felfokozott idegállapotot már így a buli előtt is jó pár hónappal. Ilyenkor ezzel fekszel, ezzel kelsz, mert ugye te más zenekarban is, meg szólóban is énekelsz. Ilyenkor de csak ez foglalkoztatja az ember. Tehát mondom a többieknek is, az a döbbenet benne, hogy ez rengeteg ember ott rátok megy, azt hiszem így mondják, ugye? Ez igaz, de nem is ez, ami az embert nyomja, hanem tényleg egyszerűen az agyad így átáll egy olyan üzemmódba, hogy tényleg ez most egy olyan esemény az életedben, nem csak mint zenekar, hanem mint magánember, egy olyan esemény az életedben, ami nem szabad úgy lejönni a színpadról, hogy te nem tettél meg mindent ezért. Természetesen itt már napi szinten van, hogy éjszaka is fölkelek, már ezen agyalok, gondolkodom dolgokon, hogy mit lehetne, hogy lehetne, és akkor másnap akkor esetlegesen egy meeting keretén belül, akkor ezt előhozom, hogyha van egy olyan ötlet, ami esetleg jó lehet. Nagyobb a feszültség egyébként, mint mondjuk egy egyszerű aréna koncert előtt? Nagyobb a feszültség? Nincs nagyobb feszültség, meg nincsen egyszerű aréna koncert, az meg a másik, mert most oké, hogy ez kétszer akkora hely, de a maga az elv, meg az elmélet az ugyanaz, mint egy aréna koncerten, hiszen a azon kevesek közé tartozunk, akik a szerencsések közé, akik már az aréna színpadra is léphettek többször is. Hát ez még egy lépcső ugyan, ez még nagyobb lépték és még nagyobb volumen, de abszolút pontosan ugyanazt érzem, mint amit az előző aréna koncertek előtt, és nagyon-nagyon várom, és nagyon-nagyon nem is várom, mert tudom, hogy ez utána nagyon rossz érzés lesz, mikor az utolsó hang is lemegy. Egy darabig nagyon jó, és utána jön egy ilyen nagy üresség utána, tudod, hogy akkor ugye elmúlt megint egy nagy cél az életedből, és akkor utána új célokat kell felállítani. Tesod azt mondta, hogy megkérdeztem, hogy a szakma hogy áll ehhez, hogy ekkora, tehát nem nagyon volt magyar zenekar, hogy irigyek lesznek, mint ti. Irigy, honnan, hogy te hogy látod? Hát nézd, azért az sajnos nehéz felmérni, hogy reálisan ki az, aki tényleg szeret, és ki az, aki hátad mögött azt mondja, hogy
hát ugye, hogy rossz véleménye van rólad, és drukkol esetlegesen, hogy te elbukjál, de talán pont ezért el fognak jönni ők is, és megnézik, úgyhogy még egy pár jegyet többet el tudunk adni. De hát biztos, hogy ezt sokan iridlik, mert azért ez tényleg nem mindenkinek adatik meg. Gondoltad volna egyáltalán, hogy ez egyszerűen bekövetkezhet akkor 10 éve, 20 évvel ezelőtt? Kezdetek! Hát semmit nem gondoltunk az elején, az se, hogy lesz holnap, és aztán egyszer csak eljött egy olyan dátum, amikor egy aréna színpadra léphettünk, és ugye az teljesen az egy megvalósult álom volt, és a mai napig se hiszem el, ugye persze az volt az első, az nagyon-nagyon-nagyon mélyen belénk hégett, de ugyanúgy a többi is persze, és most ugye megint egy ugyanilyen pont előtt állunk, úgyhogy megint azt mondom, hogy lehet, hogy nem lesz még egy ilyen, de aztán az élet kiszámíthatatlan, hiszen azt is mondtam 20 éve, hogy ilyen már még egyszer nem lesz, aztán lett belőle még 5-6 vagy 7, nem is tudom már hányszor volt szerencsénk ilyen nagy színpadokon állni önállóan. Úgyhogy reméljük, hogy lesz még, de ha nem, akkor is szép a történet így is. Hogy legyek kicsit illúzióromboló, meddig szabad ezt, mit gondolsz? Ezt a műfajt, amit tulajdonképpen csak ti vagytok. Én azt gondolom, hogy ez nem a műfaj határozza meg, meg egyáltalán, hanem inkább azt gondolom, talán egyrészt a közönségnek a ránk való igénye, ez egyik, a másik pedig az, hogy mi egymással hogy érezzük magunkat, mert nyilván az fogja, ha valami éket ver ebbe a történetbe, az csak ez a kettőnek a valamelyik része lehet, vagy mind a kettő egyszerre. Büszke vagy? Remélem, hogy büszke leszek. Hát az eddigiekre büszke vagyok, de ha minden úgy alakul, ahogy szeretnénk, és amiért már nagyon sokat dolgoztuk, akkor nagyon-nagyon büszkén fogok lejönni a színpadról, az biztos. Ez a DJ, megint totális playback, csak kevergeti, mint a főzeléket. Mindegy nekünk, viszi a látvány, indul az utalás, csak erre várt már a DJ. Napos jegyedet, gyere velem, baby, van nálam sok pia. Józsi vagyok, szevasz. Én meg Gina. Műanyag lányok és pumpált gabok. Drága a buli és olcsók a macsok. Nem alszunk már, csak húsvétig négyet. Az éjjel soha nem érhet véget. Annyira érdekes, hogy a srácokkal, ahogy beszélgettem, persze mindenki egy kicsit, hát most már nem azt mondtam, hogy izgul, de azért ez egy nagyon fura érzés, nem, hogy megtölteni egy olyan helyet egy ilyen formációnak, és ebben nincs pejoratív tartalom, ami remélem. Ami tulajdonképpen... Nagyon rontapuló. Nagyon drágák vagytok. Hát... Tényleg? Szerintem tök jó. Jó, köszönöm. Kuka! Maradhat? Köszi. Maradhat, a hangom úgyis hallatszik. Szóval amíg rád nem borították a falat, hogy ez azért mégsem olyan, mint a többi aréna, hogy így mondjam. Hát ez a legnagyobb koncertjátszóhely vagyok. Igen, tehát én azt gondolom, hogy ugye nem pejoratív értelme mondtad, hogy ez a csapat. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon jó az emberek humorérzéke, és hála jó Istennek mi ezzel, úgyhogy én szlengel mondom, nagyot tudtunk menni. Tehát a mi humorunkat megértette a nagy közönség, és ezáltal egyre nagyobb arénákban, egyre nagyobb helyeken tudtunk föllépni, és azt gondolom, ez életünk legnagyobb műve, ami eddig történt velünk. Hát remélem, még talán valami nagyobbat is tudunk majd később csinálni, de jelen pillanatban erre koncentrálunk. És azt gondolom, hogy hát ugye kérdez, hogy milyen érzés, hát ez egy baromi jó érzés. Tehát nekem, ha valaki azt mondja, hogy nem szeretne egy 20-24 ezes arénába föllépni, akármilyen zenekar, azt szerintem hazudik, az biztos vagyok benne. Másképp zajlanak a próbák, mint most megint azt mondom, mint egy aréna előtt? A próbák szinte ugyanúgy zajlanak, ugye, mert a műsort össze kell rakni, a nótákat el kell próbálni, el kell dobolni, gitározni, billentyűzni, énekelni, basszusgitározni, senkit nem akarok kihagyni belőle, tehát a próbák, tehát maga a folyamat ugyanaz, még az elején, és mindig általában úgy szoktuk ezt megoldani, hogy azért provizorikusan fölállítunk egy színpadot, mintha az lenne, régebben nagyobb sportcsarnokban, vagy esetleg a Petőfi csarnokban ezt megcsináltuk, tehát lejártuk az öltözőtől, mert nekünk speciális fellépés, nem ebbe a pulóverbe lépünk föl, hanem mindig átöltözünk valami teljesen másra.
És ezáltal ugye nekünk azért ez egy komoly exatlon, mondhatnám így, tehát hogy szaladgálunk az öltöző és a színpad között, az egy komoly kilométer számban, tehát hogyha ilyenkor lemérnénk, akkor biztos, hogy egy komolyabb adat jön neki. Ezt azért mi lepróbáljuk, hogy jó, hova tegyük az öltözőt, hogy érdemes, hol lehet bejönni, meg természetesen a műsorszámok is, hogy mindegyik más, tehát valahol mondjuk az énekesek középen jönnek be mondjuk, vagy a két szél, lehet, hogy a gitáros jön be mondjuk középen, tehát minden koreográfiát is így lepróbálunk, hogy azért már legyen bennünk, és hát az a legjobb, hogyha egy bejátszó buli tudunk előtte csinálni, mikor ezt élőben is kipróbáljuk. De volt olyan, hogy nem volt bejátszó buli, és ahhoz képest nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy tök jól sikerült. Azt tudják szerinted a nézőitek, a rajongóitok, hogy ti zenészek vagytok, hogy ti ezt el is tudjátok játszani, hát és ez nem playback? Ez érdekes, az elején volt olyan, nem akarok tévétársaságot mondani, de mondjuk, hogy csináltuk filmeket is, és az akkori vezetés például azt hitte, hogy államileg dotált színészkör vagyunk. És aztán egyszer csak megmutattuk nekik egy-két platinalemezt, akkor rájöttek, meg ugye eljöttek egy koncertre, meglátták, és rájöttek, hogy mi muzsikusok vagyunk elsősorban, aztán idióták elsősorban. Tehát a kettő együtt, ez így áll nálunk föl. Tehát nem tudom, tőled is muszáj megkérdeznem, mert olyan ritkán tudunk találkozni, hogy ezt kell-e überelni? Nem, hogy kell-e ezt überelni? Tehát, hogy tehát nem azt jelenti, hogy innen kezdve már visszavonultok, érted? Tehát, nem is lehet ezt, meg hogyha ezt az ember eléri, akkor oké, referencia. Igen, de én azt gondolom, hogy a mi csapatunkban mindig van egy olyan szellem, hogy ugye mindig alkotni szeretnénk, tehát valamit mindig kitalálunk, és ugye az a ne egy humorral alkotni, azt gondolom, hogy egy vicc azért, hogyha ha belegondolsz, először süt, másodszor már nevetgélnek rajta, harmadszor meg már lehet, hogy némán nézik végig, és azért nekünk van egy 30 év a hátunk mögött, amit azért ezt végignevettettük az egész országot, és mondhatom azt is, hogy a külföldi magyar állampolgár, külföldi magyarokat is, és ugye ez benne van az, hogy az emberben mindig van egy ilyen alkotóvágy, hogy szeretné ugye még tovább ezt vinni, még tovább nevetetni, mert igazából baromira jól érezzük magunkat a bőrünkbe. És überelni valamit, az mindig jó, még a zsugába is. Könnyet viszel magaddal, könnyeket? Könnyeket? Az mindig van nálam. Eltelt 30 év, és nem múlik a báj. Van még kocka has, csak rajta némi háj. Néha már szihálunk, ha beindul a tánc. Szemünk alatt lövészáru, ez nem ránc. Írtunk jó pár notát, néha kicsit mar. Olyan jók vagyunk, hogy az már szinte szar. És most itt van a nyolcka, a nyolc macsó, az idő nem fog rajtunk, ez tisztán látható. Újra itt van a nyolcka, a nyolc macsó, de nyugi van ebben talán még néhány év. Éles látásomat a Trend Optikának köszönhetem.